Ez a különleges esemény előzte meg a Pécsi Nemzeti Színház május 8-ai előadását. 1 millió forintos adományt adott át a teátrum igazgatója a színpadon a Baranya megyei Vöröskeresztnek és a Pécsi Ukrán Önkormányzatnak. Lipit Zsolt irodájában fogadta a szervezetek képviselőit. Természetesen nem maradhatunk ki ebből a segítségből, amit nagyon sokan nyújtanak. Mi magyarok nyújtunk a ukrajnai háború elől menekülők részére, akik már több százezren vannak Magyarországon, és nálunk próbálják meg átvészelni a háborút, és várják, hogy minél gyorsabban visszatérhessenek a családjaikhoz. Nem volt kérdés számunkra, hogy valamilyen úton, módon segíteni próbálunk, ezért, ahogy ezt már előzetesen is jeleztük, a mai előadásunk teljes jegybevételének nettó összegét, jelesül 1 millió forintot ajánlunk föl az ukrajnai háború elől menekült családok megsegítésére. Én, hogy őszinte legyek, nagyon bízom benne, hogy nem kell, hogy legyen folytatása. Ezt azért mondom, hogy bízom benne, hogy hamar véget ér a háború. És ezek az emberek, akiknek a sorsát átélni nem tudjuk, csak elképzelni, hogy ez mekkora tragédia számukra, előbb-utóbb, de inkább előbb visszatérhetnek hazájukba. A valahol Európában előadási jegybevételét kapták meg a menekülteket segítő szervezetek. Ez már a Pécsi harmadik színház. Itt a Beregszászi Teátrumnak ajánlottak fel segítséget, tudtuk meg az igazgatótól. Azt a pályázati pénzt, amit vele közösen pályáztunk, azt most sikerül számukra kifizetni. Ez nem kevés összeg, ez egy 3 millió forintos összeg, ami ugye nem erre a produkcióra szólt, hanem nem élhetek muzsika szó nélkül, című produkciójukra, de hát ott aztán mindenféle személyi zűrzavarok vannak, és hát akkor mi nagyon nagy küzdelmet folytattunk azért, ugye az Emmivel, a pályázati felügyeletekkel, hogy megváltoztathassuk azt a pályázati célt, ami most június 30-án utolsó határidőként lezárul, és így sikerült, hogy a Vidnyánszky által Budapesten, úgy tudom, a Nemzeti Színházba rendezett, Beregszásziakkal rendezett Petőfi művet, a Helység kalapácsát bemutassák. Na most ennek én roppantul örülök, mert ugye benne vagyunk a Petőfi évben, és ilyen értelemben tehát van egy újabb aktualitás ennek az előadásnak, ami nem is egy előadás, hanem három előadás, kétszer este, egyszer pedig délután diákoknak, ami a Petőfi évnek úgy gondolom, hogy Pécsen egy szép eseménye. Ugye ez az év már elkezdődött, és jövő január 1-én Petőfi születésének 200. évfordulóján fejeződik be. Aztán van még egy érdekesség ennek a vendégjátéknak, hogy ez nem egy egyszeri dolog, hanem hát ez egy nagyon-nagyon hosszú kapcsolat a két színház között. Ez valamikor igaziból még az EKF idején kezdődött, amikor ugye az Európai Kulturális Fővárosok keretében mi meghirdettük a Határtalan Színház, Határtalan Város című bemutató sorozatunkat, amiben a határon túli magyar színházakat fogadjuk. És ennek egyik zászlós hajója a Beregszászi Színház. Nagy örömmel mondom el, hogy eddig 10 alkalommal jártak nálunk, 8 produkcióval, rendkívül nagyszerű előadásokkal, és ugye még volt egy közös bemutatónk is, ez is az EKF-hez kötődik, amikor 2009-ben a Pécsi Püspökség 1000 éves évfordulóján a Gyilkosság a Székesegyházba című nagyon nagyszerű előadott drámát mutattuk be, akkor még Vidnyánszky a Debreceni Színház igazgatója volt, tehát a Debreceni Színház, a Beregszászi és a mi színházunk közös produkciójában, ami aztán többször is ment Pécset, de még ment Kijevbe is, ment nyilván Beregszászon, tehát ez egy nagyon sikeres program volt. És ennek, hogy mondjam, nincs vége, tehát nyilvánvaló, hogy most ugye lesz a Helység kalapácsa. Nem régen voltak a három nővérrel nálunk, még ugye amikor a koronavírus krízis volt, ott is nagy küzdelem volt, hogy a határon átengedjék őket. Most pedig ugye, hát nem tudom, hogy ugye a Pécsi Nemzeti Színházban mi hangzott el,
tehát a társulat, az, hogy úgy mondjam, egy icipicit, én ilyen, hogy mondjam, futballpártoló és szerető ember vagyok, valami olyan sorsra jutott, mint annak idején az aranycsapat 1956 után. Én nem óhajtok itt a politikáról beszélni, de nyilvánvaló, hogy milyen helyzetben vagyunk, nyilvánvaló, hogy egy háború idején vannak ők nálunk, és az is igaz, hogy nem mentek vissza Ukrajnába, azért maradtak itt, mert olyanok a körülmények. És ezért én úgy tudom, hogy nagyon sok magyar országi színház összefog, hogy valamilyen formában segítsék őket. Én mindig is úgy gondoltam, amikor a határon túli magyarok színházait befogadtuk, hogy számukra talán az a legnagyobb segítség, hogyha azt a művészeti értéket, azt a szellemi értéket, amit produkálnak, azt fölmutatjuk itt Magyarországon. Én többször rendeztem ugye Kolozsvárot, az ottani nagyon jó magyar színházban, és akkor tapasztaltam azt, hogy bizony-bizony nem tudnak ők annyi előadást tartani, ami az előadások művészi kifutását segíti. Ugyanakkor még azt is tapasztaltam, hogy az ottani magyar közösség számára, de a színházi bűhelyek számára ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy fönntartsák magukat, hogy egyáltalán létezünk vagyunk. Tehát én ezzel is összekapcsolnám a Beregszászyak pécsi vendégjátékát. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos esemény, és nagyon örülnék annak, hogyha a közönség ezt a részvételével, jelenlétével pártolná, mert nyilvánvaló, hogy mi most úgy látjuk őket vendégül, hogy mindenféle ellátásukat megszerveztük, tehát itt lesz reggeli, ebéd, vacsora, tehát hogy amíg itt vannak, semmibe ne szenvedjenek hiányt, és hogy el tudják vinni magukkal azt a pályázati pénzt, amit közösen nyertünk velük, és tudtuk realizálni, ami szintén én úgy gondolom egy nagy eredmény, mert nagy küzdelem folyt ezért. Május 23-án 19, 24-én 15 és 19 órakor tűzik műsorukra a Helység Kalapácsa című produkciójukat. A Beregszászi Társulat a háború kitörésekor Vidnyánszky Attila alapító főrendezőjük meghívására Budapestre érkezett. Azóta itt minden meghívás, előadás a megmaradásukat segíti. Vince János az elsők között kereste meg Vidnyánszky Attilát azzal a felajánlással, hogy a Kárpátaljai Társulatot meghívnák Pécsre játszani, így segítve őket nehéz és bizonytalan helyzetükben.